Hát a kiállításomban a régiónk ügyes, tehetséges, aktív nőit igyekszem megszólítani egy fotó és egy interjú keretein belül. Nagyon sok eleven nőt ismerek, úgyhogy tényleg a kulcsszavaim az volt, hogy elérhető legyen a nő, akit itt megszólítottam. A közösségi médiában aktív. Nagyon fontos volt az, hogy itt tevékenykedjen, és a mindennapi életben elérhető legyen. Ugye nagyon sok sikeres nő van, akik bármilyen területen hatalmas dolgokat elértek, viszont számomra ők nem elérhetőek, vagy valamiért nem vagyunk közvetlen viszonyban. Úgyhogy első körben azokat szólítottam meg, akik számomra elérhetőek. Ezt a kamerában nem tudom, látszik, de kismama vagy, nem sokára babát születik. Milyen volt emellett, a dolog mellett megszervezni egy ilyen kiállítást, aminek azért nem kis terhe van? Nagyon sok energiát felemésztett, sokkal több munka van benne, mint ami ennek elsőre tűnt nekem, de hál' Istennek nagyon aktív kismama vagyok, úgyhogy nem esett nehezemre, úgyhogy tényleg nagyon könnyen ment minden. Segítséged volt? Hogyne, rengetegen segítettek, legtöbbet a férjem segített, innen puszilom őt. És a lányok, akiket megszólítottam, ők is mind nagyon, nagyon lelkesek voltak, segítőkészek, és aktívan kivették a részüket belőle. Mit gondolsz, miért választott téged egyik alanyául Horen ehhez a kiállításhoz, és szerinted mitől eleven egy nőci? Szerintem azért választott, ugye mi baráti kapcsolatban is vagyunk, és gondolom ez közben játszott. Én aztán kérdezgettem, hogy miért pont én, sminkesek közül miért pont én, és azt mondta azért, mert ugye a környéken ezért én vagyok a legismertebb, és hogy próbálta olyan személyeket választani, akik tényleg izgalmasnak bizonyulnak. Esetleg mit tudnál mondani azoknak a fiataloknak, akik hasonlóan ezt a pályát választanák? Hogy nagyon sokat gyakoroljunk, és gyakoroljanak, és merjenek nagyot álmodni, mert minden véghez vihető. Horen, amint mondta, olyan hölgyeket választott, nőket, fiatalokat és idősebbek, akikről ő úgy gondolja, hogy igazából példaértékű az, amit csinálnak, és gondolom, hát bennem is látta ezt a dolgot, nem elfogultságból senki iránt, de én is foglalkozom egy olyan dologgal, ami a környékünkön, hát szerintem biztos mindenképpen példaértékű a nők számára, hiszen én azzal foglalkozom, hogy szeretem kiemelni a nőiességet, és a nőknek felhívni a figyelmüket arra, hogy igenis, ők is különlegesek, mindenki. De azt gondolom, hogy minden nő eleven a maga módján és a maga minőségében, de talán azért választott engem is és a többieket is, mert igyekszünk valamit hozzáadni ehhez a régióhoz, legyen az kultúra, legyen az kézművesség, vagy bármi olyan közügy, amivel tudjuk segíteni ezt a régiót. Mi Mészáros Krisztinával a Mert Nőnek Lenni Jó közösséget építjük már 5. éve. Azt gondolom, hogy talán ez lehetett az a momentum, amiért ebbe a díszes társaságba és ebbe az igen megtisztelő társaságba bekerülhettünk. Az embernek meg kell kockáztatni azt, hogy igenis belevág dolgokba, és nem biztos, hogy jól fognak elsülni, de sokkal rosszabb úgy leélni egy életet, hogy nem mertünk megtenni dolgokat, nem mertünk olyan dolgokba belevágni, amelyekre vágytunk a szívünk mélyén is. Leélünk egy teljesen kiszürkült életet, ami igazából egy ábrándozásról és sóvárgásról szól. Tehát igenis bele kell vágni azokba a dolgokba, amelyek néha kockázatosak, azokba, amelyek nem biztos, hogy jól fognak végződni, de talán hozhatnak valami jót, és talán egy kis boldog életet is jelenthetnek számunkra. Szerintem azért választott engem is Horen, mert megismerkedtünk egy fotózás kapcsán, és nagyon megszerettük azt, amilyenek vagyunk. Én azt, hogy ő milyen, és ő azt, hogy én milyen vagyok, a személyiségünket. És ehhez társul az, hogy emellett nekem van egy szakmám, amiben mégis mondhatjuk, hogy sikereket érek el, és akkor ennek kapcsán kerülhettem fel én is erre a dicsőség falra, amire nagyon büszke vagyok, és köszönöm szépen. És hogy mitől eleven egy nő? Hát tulajdonképpen azt gondolom erről, hogy minden egyes nő, aki erre a földre születik, az eleven, hiszen elevenek vagyunk mindannyian, akik élünk, férfiak és nők. Tehát tulajdonképpen az élet, ha valakiben ott van az élet, ott van a fény, ott van a napsugár a lelkébe, akkor ő eleven. Ugye a lényeg az, hogy ez egy adománygyűjtő akció, ez egy jótékonysági dolog. Ez miben teljesül ki?
Igen, gyűjtés is folyik a kiállítás teljes hossza alatt, ugye ez 2 hét. A kassa mellett megtalálható az urna, abba lehet adakozni, és a befolyt összeget pedig majd 3 rászoruló családnak fogjuk szétosztani.